Kovács Kristóf és Florent Hassani góljával 3-0-ra nyert a csapat az Újpest ellen, ami egyből azt is jelenti, hogy a Diósgyőr bent marad az élvonalban. Nagyon boldog vagyok. A játékosok megérdemelték a bentmaradást. Megmondom őszintén, az elején kicsit feszült voltam, ami szerintem nem meglepő válasz senkinek. Aztán kezdtem feloldódni, hogy jöttek a gólok. Egy fantasztikus hangulatú meccsen 3-0-ra nyerni. Nem tudom elmondani, hogy mit érzek. Nagyon-nagyon boldog vagyok. Óriási élmény volt. Alapból úgy mentünk neki a meccsnek, hogy mi nem foglalkozunk senkivel. Nem nagyon érdekelt, hogy az MTK most ki kap, nyer, vagy mit játszik, vagy a többiek, a Kisvárda. Úgyhogy úgy léptünk pályára, hogy mindenképpen az Újpestet itthon bedaráljuk. A 13 ezer ember előtt most mit kell csinálni igazából? Hát kijön az ember, ez kell 3-0, és akkor mindenki örül. Ez egy csodálatos nap, rengetegen jöttek ki a meccsre, teltház előtt játszhattunk. A szezon végén már nehéz a taktikát ecsetelni a játékosoknak, ilyenkor már csak a szív és az akarat dönt. A tét az óriási volt, úgy mentünk ki, hogy ne a Honvéd homuljon, hogy sikerül a bennmaradás. A Honvéd elleni mérkőzésen Mesterhármas szerző Vernes Rihárdra ezúttal sérülés miatt nem számíthatott Fernando Fernández. A pótlása azonban kiválóan sikerült, a csendet Tajti Mátyás hatalmas szabadrugás gólja törte meg. Nyilván nagyon jó érzés volt gólt lőni, már vártam, hogy a Diósgyőr stadionban is beköszönjek. Hál' Istennek jókor jött, sikerült bennmaradnunk, többet nem is kívánhatni. Hát ugye a Matyi jól megnézte az előző héten a szabadrugás gólomat, aztán tanul a kicsi, úgyhogy nagyon szép volt rúgott szabadrugásból. Kis gól, nagy gól, nekem mindegy, csak legyen gól, azzal vagyunk előrébb. Előző adásunkban éppen a frissen debütáló Korbé Kristóffal beszélgettünk arról, vajon mit érezne, ha ő szerezni a bennmaradást jelentő találatot az utolsó mérkőzésen. Egy támadó fejében mindig benne van ez, hogy mi lenne, hogyha gólt lőnék, és pont egy ilyen nagy presztízsű meccsen, amikor a bennmaradás a tét. Nem kellett sokat várnunk a válaszra. A 81. percben csereként beálló fiatal tehetség az első labdaérintésével 2-0-ra módosította az állást. Korbé Kristóf megszerezte élete első gólját a felnőtt élvonalban, ráadásul egy igen fontos gólt lőtt. Fantasztikus volt. Borzasztó jó érzés volt, az életem legszebb napja, bár a gól utáni pillanatokra nem igazán emlékszem már. Tehát egy kipattanó labdát sikerült a hálóba jutatnom, az, hogy hol ment már be, fogalmam nincsen, a hálóba jutott, az biztos. Lesse volt, az is biztos, ennyi elég volt az ünnepléshez. Ez szerintem minden diósgyőri akadémista ám, hogy az ultrák előtt, főleg mikor ilyen sokan vagyunk, meg természetesen egyébként is, gólt szerezzen egy ilyen mérkőzésen, ilyen fontosságú gólt, egy álmom teljesen. Első labdaérintés volt talán. Úgyhogy most már bemutatkozásra is, meg az első gólra is kell hozni a pizzát, úgyhogy várjuk szeretettel ezt a sok pizzát. A találkozó utolsó percében Florent Hassani állította be a 3-0-ás végeredményt, ezzel pedig biztossá vált a jövő évi NB1-es tagság. Nagyon örülünk neki, hogy megvan a bennmaradás, igazából ez volt a cél, úgyhogy nagyon hullámzó volt ez a szezon. Már többször is lezárhattuk volna ezt a bennmaradás kérdést, sajnos, vagy nem sajnos, az utolsó fordulóra hagytuk, de már azért megértem, mert ilyen hangulatot teremtettek a szurkolók. Azt éreztem egész évben, hogy amikor ki tudtunk volna jönni ebből a kieső zónából, folyamatosan akkor kaptunk ki, szóval azt éreztem a csapatnak, hogy kell az a csapatnak, hogy ott legyünk folyamatosan a veszélyzónában, és akkor tudtunk teljesíteni.
és hát így is alakult. Az utolsó három mérkőzésen nagyon nehéz mérkőzések voltak, mert szerintem itt a három legjobb csapat ellen játszottunk, és sikerült így bemaradnunk. Úgyhogy gratulálok a csapatnak, és mindenkinek tényleg is nagyon jó érzés, hogy ennyi szurkolót játszhatunk. Életem eddigi egyik legjobb meccse volt, legjobb hangulatú, úgyhogy tényleg nagyon boldog vagyok, fantasztikus érzés. Mondjuk a lányom nem nagyon izgulta túl, ő végig aludta az egészet szokásosan, de jó érzés, hogy itt van, kettőből kettő, kétszer volt kint, kétszer nyertünk, úgyhogy most már minden hazai meccsre jönnie kell, meg remélem most már idegenbe is tudnak majd jönni. Ezen a hétvégén a mi kezdőcsapatunknak volt a legfiatalabb az átlag életkora az első osztályban. Számomra ez különösen fontos, hiszen a csapatnak volt karaktere annak ellenére is, hogy az elmúlt két hónapban szinte egytől egyik döntővel felérő mérkőzéseket játszottunk. Említhetném a Debrecen, a Puskás Akadémia, a Paks, a Vidi vagy éppen ezt az Újpest elleni találkozót is. Ezek a fiatalok pedig szépen helytáltak, bele kell még szokniuk ebbe a környezetbe. Természetesen ez nekik is nagy lehetőség arra, hogy jobb játékosokká és jobb emberekké váljanak. Az öltöző befogadta őket, és ez is kellett ahhoz, hogy elérjük a céljainkat.